Pénteken Ivó Benderrel már beszélgettünk a média misszió fontosságáról, de nem győzzük hangsúlyozni, hogy június utolsó hetében itt a Bónum TV-n a média misszióról fog szólni minden műsor, úgyhogy ennek kapcsán már Tekulics Judittal beszélgetünk most itt a stúdióban. Szia, Judit! Szia, Kata! Jó reggelt kívánok! Ugye pénteken, ahogy mondtam, a média misszióról beszélgettünk Ivó Benderrel, az EVTN-nek a regionális felelősével. Te hogyan élted meg ezt a találkozást? Mit tudtál meg a média misszióról? Miért fontos a média misszió? Ez a média misszió tulajdonképpen már Angelika anya ötletéből valósult meg, mint ahogy az egész EVTN, az egész katolikus televíziózás tulajdonképpen. Ez egy olyan alapgondolat, amelyet ő talált ki, és erről valóban Ivó is mesélt itt a délelőttben, illetve miután tovább folytattuk a tárgyalásokat, és tovább beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani. Mire épül a média misszió? Hogyan fogalmazódott ez meg Angelika anyában? Miért fontos a média misszió? Ugye Angelika anya elsődleges célja az volt, hogy minden eszközzel az evangéliumot hirdetni és evangelizálni az embereket. Most az is rögtön megfogalmazódott benne, hogy itt többször hallottuk, hogy a média a legalkalmasabb eszköz erre, és ezt el kell ismernünk, Magyarországon ezt elég rosszul használjuk ki. Tehát a médián keresztül kellene az embereket evangelizálni. Még egy fontos mondatára az Ivónak itt felhívnám a figyelmet, ezt itt mondta neked a délelőttben, hogyha nem tudjuk ezt a média missziót megvalósítani, vagy nem érjük el az embereket, akkor mi végezzük rosszul a munkánkat, úgyhogy ezt erről én is meg vagyok most már győződve. Tehát valószínűleg nekünk kell tényleg az első lépést megtenni, és úgy végezni a munkánkat, hogy az emberek értsék és érezzék, hogy mit jelent ez. A média, tehát azt jelenti, hogy a televízión keresztül, ez most a Bónum TV-t jelenti, illetve rövidesen ugye az Ige TV-t, amiről már sokat beszéltünk, illetve szintén a közeljövőben fog indulni az EVTN magyar nyelvi adása, ami teljes egészében Angelika anya lelkiségét közvetíti majd az embereknek, először még angolul, utána pedig magyarul. Tehát a média az nálunk közeljövőben lépésről lépésre ezt a három csatornát jelenti. De én felmentem az elmúlt héten az EVTN-nek, vagy van egy magyar nyelvű honlapja is, az evtn.hu, ott pedig angol nyelven elérhető ennek a televíziónak az adása, tehát ha valaki ért és beszél angolul, akkor ott követheti a programot már most, és Angelika anyának a tanítását, a műsorait, és ugye szentmiséket is lehet látni azon a csatornán. Így van, és erről folytak többek között péntek délután a tárgyalások, hogy ez is legyen egy televízión nézhető csatorna, tehát ugyanúgy, ahogy a Bónum TV, következő lépésben az Ige TV, harmadik lépésben az EVTN nézhető legyen televíziókészülékeken keresztül is, először angolul, aztán magyarul. Az például, hogy ez mikor lesz magyar nyelvű, függ attól, hogy a misszió keretében mondjuk jönnének esetleg olyanok, akik segítenek nekünk a műsorok lefordításában. Igen, itt már hétről hétre mennek a hirdetések, és ha jól tudom, akkor már azért jelentkezett egy-két fordító, ugye, hogy önkéntes fordítókat keresünk, ez is az alapja a média missziónak, az önkéntesség. Hogyan épül fel a média misszió? Mert ahogy mondjuk három csatorna egymáshoz kapcsolódik, a média misszióban is három fontos alappillér van. Igen, ez a három az egy nagyon jól kitalált szimbolikus szent szám, úgyhogy ezt a hármat mi is így mindig szem előtt tartjuk. Tehát ahogy a három csatorna kialakítására törekszünk, ugye a Bónum Televízió, az Ige TV és az EVTN, ami a lelkiségi tartalom, úgy a missziónak is három jelentése van. Hát az első és a legfontosabb az az imádság, tehát hogy az emberek érezzék azt magukénak, hogy imádkoznak a média misszió sikeréért. Tehát egyszerűen azért, hogy az Isten szava eljusson az emberekhez, bármilyen eszközön keresztül, például a médián keresztül, tehát az imádság. A második az az önkéntesség lenne, tehát bármiben, amiben tudnak segíteni, hívjanak fel minket közönségszolgálaton, írjanak e-mailt, levelet, abban segítsenek nekünk az emberek. Hát kinek miben van módja, tényleg ne érezze. Tehát ugye ez nem kötelesség, ez nem valami parancs, ez egy kérés, mindenki találja meg, hogy miben tud.
A harmadik pedig hát a konkrét pénzadomány, akinek amennyi lehetősége van, tényleg sok kicsi sokra megy, nem kell nagy dolgokra gondolni, de talán az is rengeteget jelent, hogy egy kicsit mondjuk minden hónapban rendszeresen, vagy hát kinek, mikor, hogyan van. De hát mindennek az alapja az ima, ha az megvan, akkor mind a három sikerülni fog. És hát erről a média misszióról fog szólni majd két hét múlva itt a Bónum TV élete, mert hogy a média misszió hetét tartjuk majd itt, ha jól tudom, akkor június 26-a hétfőtől egészen 30-a péntekig, vagy hát hétvégéig bezárólag. Itt a Szikla templom Szent Miséit például három napon keresztül is a Bónum TV nézőiért ajánlják fel majd a pálos atyák, tehát az ima oldalát mi is hozzátesszük a nézőinkért, mert nagyon fontos, hogy ez egy ilyen kölcsönös imádság legyen. Úgy gondolom, hogy ez az alap. Talán ezt ilyen nulladiknak kellene mondani, nem is elsőnek. Tehát ez az alap, ha ez megvan, és mi jól végezzük a dolgunkat, akkor ez működni fog. Tényleg sok vatikáni közvetítés is lesz azon a bizonyos júniusi héten, úgyhogy hát ez is természetesen a misszió sikerétől függ, hogy mennyi nemzetközi tartalmat, illetve hát vatikáni közvetítést tudunk majd adni a jövőben is. Mi igyekszünk mindent tőlünk tehetőknek tenni ennek érdekében. Az önkéntességről is beszéljünk, mert ha bár én már mondtam, hogy fordítókat keresünk, és hogy ezt ugye itt napról napra Mohai Gábor hangján hallhatják is a nézők, hogy elsősorban angolul és szlovákul beszélő nézőinket várjuk, akik segítenek műsorok fordításában. Azért a fordító munka sem csak ebből áll, vagy sem csak ebből a két nyelvből áll, de talán erről te többet tudsz mondani. Hogy milyen műsorokat hát kell itt magyar nyelvre átültetni. Hát igen, tehát az angol az nem azért, mert hogy mi lennénk olyan angol központúak, vagy hogy mi itt nem beszélnénk angolul, hanem azért, mert nagyon sok tartalom van angolul, amiket most is kapunk az LVTN, ugye amerikai katolikus televíziótól, tehát itt van, itt lenne, az hátráltatja az azonnali műsorba tételét bizonyos programoknak, hogy nem találunk rá időt itt magunk között, hogy lefordítsuk magyarra, tehát ebben lehetne segíteni, és ezért elsősorban az angol. A szlovák katolikus televízió is ajánlott most egy műsort, most momentán ez van, de például én nagyon megköszöntem annak a kedves nézőnek az e-mailjét, aki leírta, hogy ő milyen nyelven tud, ezek közül most éppen egyik sem, de hogy amikor viszont szükségünk van rá, akkor forduljunk hozzá. Tehát tényleg erre is biztatnék mindenkit, hogy közönségszolgálatra jött ilyen e-mail, ami eljutott aztán hozzám, hogy én ilyen és ilyen nyelven beszélek, ha bármikor, bármiben tudok segíteni akkor. Tehát ez is nagyon-nagyon értékes. Úgyhogy hát ezzel így személy szerint leginkább nekem tudnának segíteni. És hát egy ember tudása által itt nézők százaihoz, ezreihez juthatnának el olyan tartalmak, amik abszolút értéket közvetítenek. Itt különböző ismeretterjesztő sorozatokról is szó van. Én tudom, hogy itt talomban állnak ezek a műsorok, csak hát... Nagyon jó műsorok állnak talomban. Most próbálom felkelteni mindenkinek az érdeklődését. Van, amit már csinálunk, tehát arról már azért nem beszélek, mert azt már van, aki csinálja. De tényleg nagyon, nagyon értékes, jó műsorok, amik ilyen magazin műsorszerűek, fél órás egy epizód, nagyon tudná színesíteni tényleg a Bónum TV műsorát, és hogyha sokat ismételünk, meg nem elég színes a műsor, akkor ez egy kiváló mód lenne arra, hogy más szemszögből tényleg a világot mutassuk meg a nemzetközi műsoroknak ez az előnye, hogy más szempontból és a világ más tájait mutatja meg. Hát reméljük, hogy a fordítók akkor meghallják a te hangod, és jelentkeznek majd itt önkéntes munkára, ugye a média misszióba, viszont nem csak a fordításból áll a média missziónak az önkéntes oldala, van ám nekünk egy magazin műsorunk, amit megpróbálunk eljuttatni minél több plébániára. Ez most egyenlőre csak Budapestre korlátozódik, mert hogy mi is ugye itt vagyunk a 8. kerületben. A műsorfüzet terjesztésében hogyan tudnának segíteni a nézők? Hát nagyon-nagyon, tényleg nagyon fontos lenne, hogy mi itt kupacokban tároljuk a szerkesztőségben a műsorfüzeteket, ezek minél gyorsabban, minél hamarabb és minél több helyre eljussanak. Én úgy gondolom, hogy mi itt megtesszük a magunkét, én például biciklire szoktam pattanni, és én is szoktam vinni, de már minden kollega szokott.
ebben nagyon nagy szerepet, de hát nem tudunk eljutni ugye Budapesten kívülre, úgyhogy ebben várjuk még a kedves nézőknek a segítségét. Hát egyelőre a legközvetlenebb mód az lenne, hogyha a közönségszolgálaton akár Ildikóval, akár melyikünkkel beszélnének arról, hogy mondjuk a lakóhelyük hol van, hol tudnának segíteni. Annyi, hogy az ottani plébániával ugye mi felvesszük a kapcsolatot, és küldenénk x darab műsorfüzetet, amit el kellene vinni a templomba. Tehát nem egy nagy kaland, nagyon kedvesen fogadnak minket, vagy fogadtak engem, ahová én mentem. Tehát tényleg jó élmény, jó érzés az, hogy tevékenyen hozzájárulni, hogy egy-egy templomba, ahova az ember amúgy is jár, vagy hogyha meg nem jár, akkor most megismerhet új templomot azzal, hogy elviszi a Bono műsormagazinját, és tényleg ez előre meg van beszélve, tehát én nem hiszem, hogy bárkitől is mondjuk elutasítást kapnának, hanem örömmel fogadnak bennünket. Pusztán fizikai akadálya van, tehát annak, hogy nem tudunk sok helyre eljutni. Aki úgy érzi, hogy ebben tudna segíteni, hogy a lakóhelyén vállalná azt, hogy egy-két templomba elsétál, elbiciklizik, elmotorozik. Igen, nekem is pozitív élményeim voltak, amikor nagyon a templomokat jártam. Nem is tudom, mi jutott eszembe. Teljesen itt kiment a fejemből, hogy média missziónál akartam még maradni, és hogy a nézők hogyan járulhatnának hozzá mondjuk a Bonum TV. Igen, a terjesztésre gondoltam, hogy hát az is nagyon fontos, hogy adják tovább a jó hírt, hogyha mondjuk ma is beszéltem reggel itt ilyen 8 óra után pár perccel jött egy telefon a közönségszolgálatra, és egy kedves hölgy mondta, hogy hát ő nem is olyan régen nézi a Bonum TV-t, és rögtön 3 műsor füzetet szeretne kérni, mert hogy a barátnőinek odaadja ezt, és elmondja, hogy hát mit látott a Bonum TV-n. Ez is úgymond, hát terjesztők lesznek a nézők. Így van, tehát, hogy még csak nem is kell akár ilyen 30-as csomagra gondolni, amit mi így küldünk mondjuk első körbe plébániáknak, hanem akár a két szomszédnak odaadja, akkor már is előrébb vagyunk. És tényleg ez nagyon jó érzés tenni valamit, és hát nem, tényleg nem elég az, hogy én nézem a Bonum TV-t, hanem ha mindenki csak egy nagyon-nagyon picit tenne azért, hogy más is megismerje, akkor sokkal előrébb lennénk, tehát hatalmasat tudnánk előrelépni. Egyelőre szerintem, az én magánvéleményem szerint annak, hogy most ki hogyan kezdjen ennek neki, hogyan álljon neki, az a legbiztosabb, hogyha a közönségszolgálatot felhívja, és akkor itt elmondjuk, hogy mondjuk hova kéne újságot eljuttatni, vagy mit lehetne csinálni. Viszont létezik, vagy lassan az a bizonyos honlap. Ez a mediamissio.bonumtv.hu. Így ez van, a honlap. Ezt töltjük fel lassan tartalommal, ami szintén arra lesz jó, hogy meglássák a nézők pontosan, aki ezt a honlapot felkeresi, hogy hogyan induljanak neki ennek a missziónak. Mit jelent ez, mit kell ebben pontosan csinálni, milyen lelki háttere van ennek. Tehát mi természetesen az EVTN és hát Angelika anya tanítását, nyomdokait követve állítjuk össze ezt a honlapot, részint angolból fordítva, tehát azt a lelkiséget képviseli, amit Angelika anya hirdetett. Vagyis azt, hogy először imádkozzunk, kérjük az Isten segítségét, mert akkor minden lehetséges, és tegyük hozzá a mi munkánkat, amivel pedig biztos így a kettővel együtt sikert érünk el. Ezen a honlapon is majd ennek megfelelően, ennek szellemében találhatóak akár imádságok, akár szórólapok, amiket az ember szintén az emberek elvihetnek a templomba, vagy a munkatársaknak elmondani. Tehát nagyon sok olyan lehetőség van, amire talán az ember nem is gondolna, hogy mit jelenthet az, hogy misszió. Tehát tényleg barátoknak, munkatársaknak, szomszédoknak elmondani. Lesz tényleg imafüzet, amivel az Isten segítségét kérhetjük ehhez. Szórólap, ami nem feltétlenül ugyanaz, mint a műsormagazin, mert lehet, hogy csak valaki rövidebben szeretne értesülni arról, hogy mi ez. Úgyhogy ennek rengeteg módja van, és ezen a honlapon majd erről tájékozódhatnak. Köszönöm szépen, Judit, a segítséget és a beszámolót. Én is itt mindig, amikor a média misszióról beszélgetünk, nekem is mindig új információk jönnek. Szerintem folytatjuk még ezt a sorozatot a héten. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm.